Na, hát aztán, hát mi lett a megoldás? Hát ugye készült egy menetrend közvetlen csatlakozással, ugye Lády Rakodón, ugye a Budapest keleti pályaudvarról a reggeli órákban történő indulással, és egészen föl Lilafüredig, de ugye ennek a feltétele az volt, hogy a megfelelő járműveket is be kellett szerezni. Hát itt nem akarom elvenni Széchenyi úrtól a motorvonatokat, de 1929-ben ugye már bővült a vasútnak a jármű állománya. A lényeg az, hogy itt már egy 70-es típusú gőzmozdony, mégpedig a MÁV-nak a 490-030-as pályaszámú gőzmozdonya került a vasútra. Hát ennek is megvan a külön története, de ezt egyelőre ne menjünk mélyebben bele. Lényeg az, hogy mondjam, a trianoni határokon belül maradt keskeny nyomközű mozdonyokat ugye a MÁV már nem tudta használni, tehát nyilván ezt más módon értékesítették őket, vagy használták, pedig az állagában volt nem egy darab. Itt érdekes, ugye a két motorkocsi, valamint a személykocsiknak az állaga. Hát itt a motorkocsiról ugye annyit azért, hogy kiemelnék, hogy ez egy igen elegáns jármű volt, ugye első másodosztály volt. Első osztály az nagyon ritka volt a keskeny nyomközű vasutakon, mert egyszerűen nem volt rá igény, talán az AEGV-nek voltak még első osztályú kocsiai. Abban az időben ugye egy 90 lóerős benzinmotor hajtotta, és a megrendelő követelményként írta elő, azt hiszem, hogy 40 valány perc alatt kellett fölmenni Lilafüredre, és megvolt a tömege és a járműnek. Azt hiszem, ez volt, ha jól emlékszem. Hát itt van néhány adat a vonalról, ugye 38 ezrelék volt a legnagyobb emelkedés, igen, de átlagban 15 ezrelék volt Miskolcról, a Faraktárból elindulva. Hát itt megint ugye a 70-es típusú gőzmozdonyokról néhány szót csak megemlítve. Itt annyit említeni, igen. Tehát ez is egy 1905-től folyamatosan gyártásban lévő típus volt, és érdekes módon az első három darabot ugye egy erdei vasúton, mégpedig a Görgényvölgyi erdei vasúton helyezték üzembe, de abban az időben a MÁV keskeny nyomközű vonalaknak a kedvelt hát gőzmozdony típusa volt, amiről érdemes néhány dolgot még említeni, hogy a MÁV legnépesebb 760 mm nyomtávolságú gőzmozdony sorozata volt, és hát ezen egy kicsit vitatkozhatunk, a leghosszabb ideig gyártott magyar gőzmozdony típus, hát keskeny nyomközűben biztos, a másik pedig ugye a többi sorozatot, azokat különböző gyári szám alatt gyártották, tehát ugye ennél volt hosszabb életű más sorozat, de végül is így történt. Hát ugye a 1940-es évek már változást hoztak a vasútnak az életében, első-második bécsi döntéssel ugye visszatérnek a elcsatolt országrészek, meg egy darabjai. Ugye a magyar állam komoly erőfeszítéseket tett az ottani keskeny nyomközű hálózatnak a újjáépítésére vagy fellendítésére, és egy érdekes momentum a vasút történetéből, hogy ekkor került Marosvásárhelyre a Live-nek a hát 4024-es gyári számú lokomotívja ideiglenes jelleggel 492-105 MÁV pályaszámmal besorolva. Ja, és a másik, hogy ekkor már a 490-030-as pályaszámú gőzmozdony már a visszafoglalt Kárpátalján dolgozott. Hát itt csak olyan csendesen megjegyezném ugye a mai eseményekkel kapcsolatban, hogy abban az időben a Magyar Királyi Honvédség ugye 24 óra alatt rendezni tudta Kárpátalja kérdését. Tehát.
Na, de menjünk tovább. Na hát ugye aztán változások történtek, megint visszaállnak a trianoni határok, sőt még további módosítások is történtek, és szintén az abban az időben gyártott 70-es szerkezetszámú mozdonyokból kettő, ami érdekes módon 490-04-05 pályaszámot kapott az erdélyi vasutaknál, holott hát ez a pályaszám rendszer abban az időben hát nem illett az erdélyi vasutak jármű állagába. Ugye szintén nem kerültek már le a eredeti tervezett helyre, Marosvásárhelyre, illetve Ungvárra, hanem itt akkor már a Live-nek a területén állították forgalomba őket. De most azt nézd, na. Aha, működik. Na, hát egy további érdekes momentum, egy kicsit még visszatérve a 40-es évek elejére, első felére. Ugye a 43-ban lett meghosszabbítva a vasútnak az engedély okirata, ebben már a teherszállítás is szerepel, tehát amit az előbb ugye említettem, hogy az elsőben ez még nem volt érdekes. És még egy érdekes adalék található ebben a okiratban, és itt megint egy kicsit eltévedek a Széchenyi úrnak a kedvenc területére, ugyanis a engedély okirat az kötelezte a vasutat a posta szállítmányoknak a továbbítására, és ugye itt előírta, hogy egy 4 köbméternél nem nagyobb belvilágú kocsifülkét kellett biztosítani a posta szállítmányokhoz. Na most így születhetett meg annak idején ez a bizonyos 5. mellékkocsi, amin egy posta podgyás szakasz volt. Ez egy kuriózum tulajdonképpen, hát ilyen nem sok volt, vagy nem sok épült abban az időben. Hát ugye véget ért a második világháború, és a világháború után elkövetkezik az úgynevezett Mahler korszak. Hát ez a Mahler, a Magyar Állami Erdőgazdaságok és Üzemek rövidítéséből állt össze. Ezt úgy tudnám röviden jellemezni, hogy hasonló volt a feladata abban az időben, mint a gazdasági vasutak igazgatóságának, hogy a erdőbirtokok területén, vagy hát az erdőüzemek területén található erdélyi vasutakat ugye rendbe tegye többek között. Egy érdekes momentum, hogy a Mahlert ugye kategorizálta az erdélyi vasutakat, és a 30 kilométernél hosszabb erdélyi vasutakat önálló hálózatként kezelte, és aminek folytán a LAEF továbbra is megtartotta önálló jellegét. Ugye ez a többi vasutra nem volt jellemző igen sokáig. Hát egy érdekes adat, ugye, hogy 47-ben 7 gőzmozdony üzemelt a hálózaton, ezek különböző típusúak voltak, hát vannak különböző ilyen kimutatások, hát nagyon érdekesek, néha egy kicsit ellentmondásosak is, tehát utána lehet egyébként nézni. A vasútnak a szállítási teljesítménye az, hát itt ugye 1.325.693 árutonna kilométer volt. Hát ez egy nagyon furcsa szám, hogy ez hogy jött ide, ugye ebbe bele van kombinálva a szállítási távolság. Hát ha mondjuk veszünk egy 10 kilométer átlagos távolságot, ami elképzelhető volt ezen a vasúton, mert ugye fölfelé azért üresen mentek a szerelvények, lefelé közlekedtek rakonttal. Hát akkor is egy 132.000, több mint 132.000 tonna szállítási teljesítménye volt abban az időben. Ezt csak így érdekességként mondom. És egyébként a erdélyi vasutak között a Live meg is őrizte ezt a jellegét, tehát addig még volt teherszállítás, kiemelkedően magas volt a teljesítmény a többi vasúthoz viszonyítva. Egy érdekes momentum, hogy a Mahlert az ugye a vonalak építésébe, illetve a hálózatok bővítésébe is fogott,
és 1948. októberében nyílt meg a Taksalápáig vezető vonal, hogy aztán mikor hosszabbították meg Farkas-Gödör-Örvény kövig, hát arra nem találtam adatot. Na most akkor térjünk vissza a járművekhez. Ugye a ipari termelés növekedése, meg az újjáépítés az egyre több vontató járművet igényelt. Igen ám, de 1950-ben megszűnik a keskenyomtávolságú gőzmozdony gyártás, magyar, a hazai típusoknak a gyártása Magyarországon. Ugye 50-től a MÁVAK gyárnak a kapacitását szinte teljes mértékben a szovjet háborús jóvátétel kötötte le, és eközött volt ugye a kolomnai mozdonygyárnak, a PT4-es típusú mozdonyának a KV4-es sorozat jelölt magyar változata, amiből most igen, 240 készült Budapesten 1950 és 54 között 135-ös szerkezetszámmal. A mozdonyok érdekessége ugye az volt, hogy túlhevített gőzzel működtek, ez nem volt jellemző a hazai tervezésű keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyokra, és gőzfék is volt rajtuk. És hát mi történt? Ugye, hogy a vontató jármű állomány vagy hiány csökkentésére 1953-ban, ha jól emlékszem, tessék, 54, ugye 6 darabot ebből a sorozatból a magyar keskeny nyomközű vasutakon állítottak forgalomba, és egy ugye a Lion-nek a hálózatára került. Hát ugye így nézett ki a KV4-es, illetve hát itt már a Lion-nek a hálózatán 447-401-es pályaszámot kapott. Hát amit róla érdemes tudni, hogy igen nagy teljesítményt adtak le, vagy adtak meg a gyári adatok szerint a mozdonyokhoz, de érdekes módon, amikor a gőzvontatás megszűnt a magyar keskenyomközű vasutak között, annak ellenére, hogy ezek voltak a legújabbak, ezeket se lejtezték le a legelőször. Tehát üzemben nem váltották be, vagy hát nem illeszkedtek ugye a magyar hálózatnak a követelményeihez. Annyit még érdemes tudni róla, hogy a világon talán a legnagyobb darabszámban épített keskeny nyomközű gőzmozdony típus. Nem tudjuk, hány darab épült belőle, mert egyszerűen a kínaiak átvették, és hát egyelőre nincsen megbízható adata az ottan épített mozdonyokról. Hát reméljük, hogy most már ugye Kína is egy kicsit nyit, akkor talán oda is el lehet jutni majd. Hát igen, hát ugye hamarosan 50-es években már megjelennek a dízel vontató járművek. Dízel járművek voltak már korábban is az erdei vasutakon, de ezek tulajdonképpen a magát a ugye a fának, mint terméknek a technológiai szállítását szolgálták, tehát nem voltak alkalmasak a közforgalomnak a lebonyolítására. Ugye abban az időben már megindul egy törekvés, hát nem is csak törekvés, hanem tulajdonképpen egy terv a keskenyomközű dízel vontató járműveknek az építésére is. Ugye 49-ben megjelenik egy bizonyos A26-os típusú jármű, majd ebből lesz egy D26-os, majd erről is lesz szó a későbbiekben. Illetve 52-ben elkezdődik az északi járműjavítóban a C50-eseknek a gyártása. Hát ez is tulajdonképpen egy mennyi? 70 éves évforduló lenne, amiről érdemes lenne meg emlékezni. Ugye elkészülnek az első C50-esek, és 1964-ig építi az északi járműjavító ezeket a járműveket. Az állami erdei vasutak közel 50-et állított forgalomba belőlük, ennyi adatot sikerült róluk megszerezni. Érdekességük ugye az volt, hogy több változatban épültek, hát itt csak a tengelyterhelést emeltem ki, de volt ugye különbség a forgócsap távolságban is, a
burkolatoknak a kialakításában, tehát egy eléggé ilyen jellegzetes típus volt, és ami még nagyon jellemző volt rá, hogy négyfajta nyomtávolsággal épült, 600, 760, 950 és 1000 mm-es nyomtávolsággal, és ugye a MÁV is hát állított forgalomba belülük néhányat. Hát ugye gyorsan befejezzük, ez egy nagyon érdekes momentum még a történetnek, hogy 1962-ben megint elérkezett a vasút engedélyokiratának a meghosszabbítása, és érdekes módon megfelelhető a dokumentum, tehát a nyugatiba, ugye a MÁV-nak a adattárába. Érdekes módon csak a Diósgyőr-Majlát-Garadna fővonalról szól, illetve a Parasztnyői és a Kerekhegyi szárvonalakról. Tehát tehát ugye a Majláttól a város felé, illetve a Ládi rakodó felé haladó vonal, az nem is szerepelt benne, de viszont megvan említve, hogy tehát Miskolc város már 1962-ben tervezte a elkerülő út építését, és természetesen a vasút itt is hát útba volt, ezért ugye nem is kérték az engedélyezését a Szent Anna templom, vagy ekkori Esperanto téri vonalhoz. Ugye kérték a Ládi szárnyvonalnak a bezárását, és egy szerepelt a Perecesi bányavasú Tyúkóbányai ágának a bezárása, és ami nagyon érdekes volt, hogy azt is terbe vették, hogy a Perecesi ágát a bányavasútnak vegye át a Láev, és 760 mm-re átépítve folytassa tovább a szénszállítást. Na most mi lett ennek az eredménye? Hát ugye 62-ben megjelenik az első MK48-as, ez is egy érdekes történet. Ugye a személyforgalom 63-ba bevezetésre kerül a Farkasgödör-Örvénykő vonalon, tehát ez egy újabb feladat a vasút történetében. Érdekes módon 1963-ban tér vissza a második lilafüredi motorkocsi Diósgyőrbe. Azt ugye elfelejtett, vagy nem említettem korábban, hogy mind a két motorkocsi 1948-ban, 49-ben ide Budapestre a akkori úttörő vasútra került. Hát MK48-asokról, hát ez megint egy olyan téma, ami hát egy ilyen külön hát előadást is megérdemelne. Róla annyit érdemes tudni, hogy 1956-ban az akkori Közlekedési Építési Tudományos Egyesületnek volt egy munkabizottsága, amely tulajdonképpen meghatározta ezeknek a járműveknek a jellegét, sőt annyira lement, hogy az állomásítását is megadta, hogy hol melyik vasúton mennyi járművet kell építeni. Hát ez ugye a gyártás története, hogy a 135 mm furatú motoroknak a gyártása átkerül Győrbe, ezzel együtt a tolató mozdonyoknak, illetve hát a mellékvonali járműveknek a gyártása is egy időre. Ugye hát 58-ban megszületik a, hát akkor még nem MK48-asnak hívták, hanem M492-esnek, utána MÁV rendel először 10-et, majd először 10-et a mechanikus változatból, utána megint, jól emlékszem, nem 30-at a... Nem, először 10-et, bocsánat, összekevertem, utána 30-at a dízelhidraulikus változatból, ugye ezek a mozdonyok közlekednek még mind a napjainkban is, tehát szerintem 62-ben készült el az utolsó, hát most már hány éve, 40-60 évesek ezek is, tehát már ilyen lassan nyugdíjas korba lépnek. És mit hoz a sors? Ugye a megrendelt mozdonyok közül egyet a Láev kap meg. Ugye a gyártósorról kiemelve. Tehát ez is egy ilyen különleges történet, hogy
Hát ez csak egy ilyen rövid összefoglalás, hogy a 60-as években ugye hogy nézett ki a Live-nek a járműállaga, akkor még voltak gőzmozdonyok, tehát ugye a 60-as évek elején szűnt meg a gőzvontatás, egyedül a KV4-es maradt meg még sokáig, aztán 72-ben járt a Kazán fővizsgája. Na, ezek viszont egy nagyon érdekes képek. Ugye említettem, hogy a Live-nél széntüzelés volt a gőzmozdonyokon. Ezeknek az az érdekessége, hogy a Klein-féle fogós kémények helyett, hát én nem tudom milyen szerkezetek, bevallom férfiasan, eddig még nem sikerült a nyomára jutni, hát nyilván valami más szikrafogót építhettek be a fűszekrénybe, illetve az egyiken még a fűszekrénynek a méretei is egy kicsit megváltoztak, tehát ez egy ilyen további kutatást igénylő kuriózum a vasút történetében. Hát az 1970-es évek, erre azt tudnám mondani, hogy a C50-eseknek a korszaka, itt látható a képen, hogy szépen sorba állnak ott a egykori fűtőházban, és itt már láthatók azok a teherkocsik, amelyek a megszüntetett MÁV kisvasutakról kerültek a Live-hez. Hát, ugye itt látható a 70-es éveknek a járműállaga, az érdekessége, hogy a KV4-es, itt már a képen kiállítva látható, ugye sokáig nem volt üzemben, 90-es évek, hát napjainkban a vasút hogy néz ki? Hát ez egy 90-es években egy ilyen családi utazás alkalmával készült fénykép, a nagy utazóközönséggel, nézzük a többieket, Igen, hát és itt szegény mozdony már megint, már a gőzmozdony újra hát kiállításra került, ugye egy rövid pár éves üzem után. Ami még érdekesség a vasútnak, hogy az egyik MK48-as sorozatú mozdonyt ilyen hibrid járművé alakították át. Hát nem tudom, kinek mi a véleménye, ugye elég érdekes kérdés ezeknek a járműveknek az üzemkészsége, illetve később majd a fenntarthatósága. Ami viszont ugye érdekesség és kuriózum, ott lenn az a kis B26-os jármű, amit említettem még a valamikor az előadás elején. Ezt az egyet sikerült megmenteni, a Szerencsi cukorgyárba maradt meg, az ottani GV hálózaton dolgozott, hát elég sokáig, és került Diósgyőrbe. Hát ami egy diával még adós vagyok, ugye a lilafüredi motorvonat az 5 mellékkocsival és a megmaradt egy darab motorkocsival, hát mind a napjainkban is üzemel, tehát látható, látogatható itt Budapesten a gyermekvasúton. Hát és azt hiszem, itt... Volna egy kérdésem. Igen? Egy kérdésem volna. Az, hogy van a Live-nek a mozdonya, azt miért nem lehetett megtartani azt a keskeny gőzös nosztalgiába, még tovább is? Hát másik kérdés az, hogy volt régebben egy szakasz, amelyik metszette az egyes villamos. Ha emlékszemben utaztak rajta 86-ban. Azt is meg lehetett csak visszaépíteni, és aztán ott is túl is a forgalmat. Én jól hiszem, a túl is került felrendülésbe, és megvannak még a garantánál még a régi szárvonal hídjai. Az a mi újság, hiszen miért nem építik azt is meg, hiszen rengeteg turisztikai látnivalóval büszkélkedik ők, és az is jól jöhetne. És a farkasgödör örvénykőtől maguktól örvénykőig miért szünet a forgalom? Volt szó arról, hogy egyszer tovább megy még, úgy szünetet. Hát bevallom őszintén, hát nem tudom, mint hogy az elején is említettem, az erdészek, az erdészet az egy teljesen külön világ, egy különálló világ. Tehát én azt tapasztaltam, hogy náluk a vasút az egy ilyen szükséges rossz, vagy hát nem elsőrangú legfontosabb kérdés volt. Én szerintem egyáltalán örülni kell, hogy ennyi megmaradt a vasútból, tehát hogy említettem, itt elég sok ellensége volt maga a Miskolci Városi Tanács is valamiért ugye száműzni akarta.
Viszont ha már az egyes villamosnak a keresztezése szóba került, hát a perecesi kisvasút keresztezése az még érdekesebb volt, mert annak idején a 60-as években, amikor leengedték a sorompót, akkor gyönyörű gőzmozdonyokat lehetett látni ottan, tolatni, közlekedni. Tehát ugye ez is már sajnos a múlté. Fogadatlan próbáltam, hogy itt van hozzá ehhez a témához, hogy a Mahoncától kifelé első szakaszon miért nincs ma forgalom. Hát ennek alapvetően szerint véleményem szerint az az oka, hogy ma már az a jellegű nevezik bakancsos turizmusnak, ami mondjuk az 50-es, 60-as években, vagy amikor Kiskeleki úr ugye végigjárta a két órát, és hogy az már nincsen. Tehát magyarul nincs utas. Arról nem beszélve, hogy az Észak-Erdő, illetve a Lárjavas üzemvezetőség folyamatosan küzdködött azzal, hogy a barna őrű munkatársai államban ellopták a felépítményt, a sineket. Feladták a harcot, nem tudtak velük mit kezdeni, tehát ők győztek. De ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy ugye az idén centenárium már ünnepő vasút olyan mértékű felújításra került, már eddig ismerte részben, készen van részvesztőségünk ugye a munkájában, ami gyakorlatilag egy új építésű vasútnak felelnek. Tehát az másképpen, hogy ugyanazon a nyomvonalon, de gyakorlatilag teljes alépítménycsere, felépítménycsere, a Lilafüredi állomás vágányhálózatát például teljesen átépítették is, és az összes többit is. A járműállag jelentősen bővült. Tehát én mondjuk úgy gondolom, hogy 2022-2021-2020-ban el lehetett élni Magyarországon szerintem az a lájában. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm. A vasút törvényes részkörül a között az fontosabb, a körülbelül a fejlesztés a dinamikusan halad, de autópálya fejlesztés az előbben halad, a vasút fejlesztés a csúnyosan képviselően halad. Még annyira is volna, nem kaptam még erre választ, hogy a kisgőzőssel, ami üzemelte úr a kiállítanak, az a mi lesz most fog még? Hát nem tudom, esetleg Széchenyi úr lehet, hogy napra készed ebben a témában. A Lájev és a Vészakerdő egy kicsit abba is belefáradt, hogy a környező lakossággal való állandó harc a gőzmozdony üzeme ellen. Tehát belefáradtak abba, hogy állandó a lakossági panaszok. Amikor beírnak a lakosok, hogy ők nem tudják szombaton reggel kirakni a száradni az ágynemük, mert akkor hát milyen lesz, hogyha ott valamit a gőzös, és ez is benne van. Az is benne van, hogy ugye elég haszályosak voltak az elmúlt éveknek az időszakai, tehát a folyamatos tűzgyújtási tilalom miatt az erdőben nem tudnak járni a gőzössel. Tehát hogyha se az erdőben nem tudnak járni, se a városias részeken, ahol már hol járjanak ezzel a szerencsétlen. Na most bocsánat, ez egy régi dolog, még már a 1930-as években megjelentek olyan cikkek, hogy amikor már a motorkocsik forgalomba álltak, hogy tiltsák ki a gőzmozdonyokat a személyforgalomból, mert ugye a pernye, meg a füst összekoszolta ugye a ruháikat a kirándulóknak, vagy az utazóknak, meg megmérgezte őket abban az időben, tehát ez nem egy új dolog. A másik meg egy kicsit még a gőzös témához visszatérve, hogy hát ha használjuk ezeket a járműveket, természetes, hogy bizonyos alkatrészek elromlanak rajtuk, amiket pótolni kellene. És ez most már vagy megy, vagy nem megy. Tehát itt én úgy tudom, hogy itt ilyen problémák is felmerültek. Tehát mivel egyetlen darab jármű maradt meg belőle, tehát még egy bányát se lehet, illetve legalábbis nálunk itthon egy bányát se lehetne találni, vagy egy alkatrésznek felhasználható másik járműre. Hát én nagyon örülnék, hogyha üzembe helyeznék, de csak... Nekünk pénzünk nincs, mi örülünk annak, ami történik.
Na, köszönjük szépen, akkor azt mondjuk nagyon érdekes előadást, és akkor itt a előadást és a meglátással kicsit. Jó, az az. És alatt színűen előadást, a kedves kollégák, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy azért a csapat egy része tudták kitart még a nap végéig, és cserébe egy utazásra hívom a társaságot, természetesen vasúti utazásról, vagy másról lehetne. Vettem magamnak a bátorságot, hogy megpróbáljam összeszedni azokat az adatokat, ismereteket, dokumentumokat, amik alapján reprodukálni lehet közelítőleg, hogy mennyi munka van abban, hogy eljutott a járműfej. Minden kell, köszönöm szépen. Ja, és akkor nyilacskával léptethetek, ugye? Jóra. Ülj le, hogy látom. Hogy? Jó. Oké, már is. Hogy milyen úton jutottunk el idáig. Itt látunk egy rövid kis összefoglalót a tessék? Jó. A tartalomról, mivel szeretnénk itt foglalkozni. Egy rövid kis történeti áttekintés után, hogy született meg ez. Ez a, ha így tetszenek figyelni ezt a három részt, akkor egy kicsit önkényesen három szakaszra osztottam ezt az ipari periódusú vontatásnak a megjelenését. Az első volt ez az úgynevezett villamosforgógépes időszak. Jöttek az első egyenirányítós mozdonyok, és aztán a teljesítmény elektronikának az időszaka, és a végén a tanulságok, a következtetések. Mikor készültem erre az előadásra, ez volt az a mondat, ami folyton visszatért, és ráadásul nem jól írtam, mert 98-ban halt meg László Gyula bácsi. Ő a 20. században egy híres magyar őstörténészünk volt, és egyszer arra tanította a hallgatóit az egyetemen, hogy a múltat ne keverjék össze azzal, ami megmaradt belőle. Most azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, hogy erre 1000%, hogy megfelel ez a gondolat. A következő dolog, hogy ugye az ipari forradalom, köszönöm szépen, azzal a hívószóval indult el, hogy erőmű a kerekeken, és hát aztán, ahogy a 19. századnak a természettudományos technikai fejlődéséből jöttek az újabb ismeretek, gyakran kudarcok is, mert azok is kellettek ahhoz, hogy haladni lehessen előre, és aztán közben folyamatosan kezdett a gépjárai közlekedéssel, a vasúton jellemzően ekkor még a vasúti gőzzen, vasúti szállítással szemben támasztott igények. Az első 3/4 századot nyilván a gőzvontatás jellemezte, de csak hamar, ahogy itt hallottuk más megközelítésben, más relációban, a gőzvontatás bizonyos hátrányai sajnos kiütköztek az idők folyamán, és ezért, amikor a 19. század utolsó évtizedében létrejöttek a centralizált villamosenergia rendszereknek az első kezdeményei, akkor, és létrejöttek az első villamosforgógép típusok, akkor merült fel az első gondolat, hogy lehetne a vasúti járművet is ilyen berendezések segítségével hajtani. Az első kísérleti ipari periódusú vontatásra Svájcban került sor, ezt a Burgdorf-Thun-Bahn vasútvonalon, a svájci Oerlikon gyárnak az akkori vezérigazgatója, vagy igazgatója, egy Emil Huber Stokár nevű úr javasolta azt, hogy nagy feszültségű, egyfázisú villamosítást kellene megvalósítani egypólusú felsővezetékkel, amivel azt értette nyilván, hogy a sínnek is részt kell venni a vontatási áram vezetésében. Ezt a járművet, amit tetszenek látni itt len, ezt az Oerlikon gyár gyártotta, és 1904-ben helyezték üzembe, akkor még 15 kV felső vezeték feszültség, és 50 Hz, ez az ipari periódust, ezt a Kandó iránti tiszteletből használom az előadásom során végig, de ugye ma azt inkább így mondanánk, hogy 50 Hz, ugye a németek die Industriefrequenz, tehát az ipari frekvenciának is szokták mondani, így használom itt. A járműnek hát egy kis ábrája, volt benne egy transformátor, és lényegében itt tetszenek látni a második
nem tudom a kurzort látni, igen, egy egyfázisú aszinkron motor hajtott egy egyenáramú generátort, aminek 400 kW teljesítménye volt, és lényegében a generátor ugye rajta a geresztés szabályzás révén a két vontató motort hajtotta, ezt itt lehet látni, így, ez az egyik, a másik az a másik oldalán van a középső gépcsoportnak, azt nem lehet látni. Elég érdekes módon egyébként ez a vontatómotor fogaskerék hajtóművön és vakforgattyús hajtáson keresztül hajtotta a járműnek a kerekeit. És utána jön a Dr. Hans Ben Eschenburg Oerlikon doktor úr, aki az Oerlikonnak a későbbi vezérigazgatója volt. Ha német nyelvterületen látunk, és ezt a nevet kiejtik, akkor egy ilyen nagyon jó hangulat támad belőle, mert ő volt az, akire úgy tekintenek, hogy az egyfázisú soros kommutátoros motornak a kommutációját olyan szinten sikerült megoldani a segédpólusnak a ómos ellenállással történő söntölésével, hogy gyakorlatilag egy iparilag is alkalmazható műszaki működéselvet sikerült találni. Ugyanakkor a fontos tanulsága ennek a svájci próbálkozásnak az az volt, hogy gyakorlatilag elfogadható motorméreteket csak csökkentett frekvencia mellett volt lehetőség építeni. És ez a fejlesztés egyébként ebben az irányban, mármint a tudnék, az ipari periódusú vontatás irányában nem folytatódott. És akkor ugye Kandó Kálmán is sokat munkálkodott ezen, és ugye először az olaszországi háromfázisú nagyvasúti villamosvontatást építette meg. Ez annyit érdemes tudni Kandóval kapcsolatban, hogy ő kezdettől fogva idegenkedett a kommutátoros gépektől. És ennek okán a motornak az igényeihez igazítva továbbra is kezdetben háromfázisú villamosvontatást alkalmazott, úgyhogy ugye hárompólusú volt a rendszer, kettő a felső vezeték és egy volt a sín, tehát így jött létre a rendszer. Az észak-olaszországi Valtellina vasúton szerzett tapasztalatok alapján, itt Tóth Lászlónak a nevét említem meg, ez a csuklós rudazatos hajtás, aminek a későbbi sokadik-sokadik változatai a korszerű járművek alatt is megjelentek, ahol azt a problémát kellett megoldani, hogy a rugózott részbe helyezzük el a vontatómotort, ehhez képest a kerék az éli a maga életeit a pályán, és közben forgató nyomatékot kell átadni, ami ezért került bele ez a kis zárójel. És akkor egy nagyon fontos gondolat, amit itt látunk alulról, ez a alulról a második gondolat, hogy az olaszországi tapasztalatok alapján Kandó arra a következtetésre jutott, hogy egyfázisú ipari periódusú villamosvontatást kell tovább csinálni. Most mi volt ebben az új a svájci megközelítéshez képest? Ebben az volt a többlet, hogy a hajtómotor típusától függetlenül egyfázisú, egypólusú villamos felső vezetéket kell alkalmazni. A 1916. december 1. szabadalom, és itt van még egy kiegészítés, ezt majd a következő fólián egy kicsit jobban boncolgatjuk, hogy több gépet egyesített magában ez az úgynevezett szinkron fázisváltó. Ezeket a képeket jól ismerjük, hogy a baloldali felvétel az a próbamozdony, a jobboldali felvétel már a végső mozdonynak a, ugye itt kicsit kicsi az ábra, de ez a VM5 jellegű, a gyári típus jelzés szerint kandórendszerű mozdony, 16 kV feszültségre, és itt lehet látni ebben a kis szövegrészben, hogy a szinkron fázisváltó egy transformátort, egy egyfázisú szinkronmotort és egy háromfázisú szinkrongenerátort egyesített önmagában. Erre a gondolatra még majd visszatérek, hogy mennyi mindent, az én olvasatomban ez mennyi gondolatot közvetít Kandónak az elgondolásairól. Hát ez túl sokat szerintem nem kell hozzáfűzni, ezt ismerjük. Szinkronfázis, elnézést kérek azért az ábráért, az engem nem tudok szkennelni, illetve nem jól csináltam, és kicsit ferdi elcsúszott. A lényeg az, hogy középen látjuk a járműn a pólus átkapcsolásos nagy főmotort, és itt a jellegzetes kandóféle rudazatot. A malaclábúról nem raktam most be ide felvételeket, de nyilván a szerkezeti felépítésében ugyanaz, csak ugye nem kisebbek a kerékpárok átmérője, és 6 van, és nincsenek futókerekek. Most
ez az egyik legfontosabb dia ebben az előadásban, azt gondolom. Kandó Kálmánnak az az öröksége, ami miatt, vagy Egerfarmosi Kandó Kálmán, még fogalmazhatunk így pontosan, az itt próbáltam megfogalmazni 7 pontban. Biztos ismert előttünk, hogy a szakrális társadalmakban a 7-es az a teljességnek volt a száma valamilyen módon, és próbáltam megragadni a lényeget. Az első a nagy felső vezetékfeszültség, energiahozzávezetés, kisáram, kisebb veszteség, stb. Ipari frekvenciájú táplálás. Erre még majd vissza fogok térni a francia kísérletek során, hogy ez mennyire fontos volt ez a mozzanat. Kedvező energiaátalakítási hatásfok. Ez részterhelésnél is igaz. Sokan elsápadnának, ha megtudnák, hogy mennyi energiát takarítottak meg a Flirt motorvonatok az elmúlt 15 éves üzemidejük során, abból kifolyólag, hogy részterhelésnél szignifikánsan jobb a hatásfokuk, mint a, nem mondom ki, de mindenki tudja, hogy miről van szó, mint az egykori versenytársnak. Megdöbbentő összegekről beszélünk. Jó, kedvező tápláló hálózat és vontató jármű együttműködés. Ez is egy nagyon fontos dolog, amikor az egyenirányítós mozdony irányába ment a fejlődés, hosszú ideig ezt háttérbe kellett szorítani, ezt a követelményt egy picit. Két irányú energiaáramlás, ma alig, ha kell ezt hangsúlyozni pontosan, tehát vontatásüzem és a visszatápláló villamos féküzem, mint alapvető üzemállapot. Aszinkron vontatómotor, ezt ma már nem úgy fogalmaznánk, hanem úgy a végén majd át is fogalmazom, hogy többfázisú váltakozó áramú kefe nélküli motor, majd ott megadjuk a magyarázatát, hogy miért fogalmazunk ilyen nyakatekerten, és a moduláris, vagyis építőszekrényelv. Ugye, hogy a V60-asnak és a V40-esnek a gépezeti berendezései amennyire csak lehet egységesek voltak. Itt néhány olyan név, amit persze tudunk mindannyian, de minden ilyen esetben méltók arra, hogy megemlítsük őket. Következő dolog. A villamos forgógépes mozdonyok sajátosságai. Az első gondolat az egy rövid fizikai tény, elektromechanikai működési jelv. A második tétel, ez egy húsba vágó dolog volt, hogy nagyon kedvezőtlen volt a fajlagos tömegük. Ez a 10 kW per tonna, ez borzasztó sok. Majd látni fogjuk, hogy a higanygőz egyenirányítós járműveknél ez olyan 1 kW per tonna volt, a mai korszerű rendszerekben meg 1/10 kW per tonna. Tehát két nagyságrend a különbség. Ez irtóztató nagy. És a következő pont is érdekes, hogy a többszörös energiátalakítás miatt és a részterhelésen kedvező hatásfok miatt sajnos a mozdonyok hatásfoka is viszonylag gyorsan romlott a részterheléseknél. És a negyedik pont az egy jármű fenntartási szempont, de ugyanilyen lényeges, hogy hát sajnos azért ez egy meglehetősen bonyolult és azért viszonylag karbantartás igényes szerkezetnek bizonyult, még akkor is, hogyha a fázisváltó a 35 éves üzeme során kifogástalan megbízhatóságról tett tanúbizonyságot. A német kísérlet, erről is már sokan sokat beszéltek, én is egy pár gondolatot szeretnék hozzátenni, ez a Höllentalbahn, ez a 36 km hosszú vonalszakasz. 4 darab bióvesző tengerrendezési villamos mozdonyt vettek itt próba alá. Itt látjuk a lefele haladva a különböző szerkezeti megoldásokat. Itt hagyom majd az előadást, akinek lesz kedve, nyugodtan részletesebben is nézheti. Az egyes mozdonyok gyártóknál a konstrukciós iskoláról lehet látni, hogy ez egy svájci mozdony, ez egy német mozdony, mert olyan a szerkezeti megoldás. Az AEG mozdonynál már megjelenik a vízhűtéses egyenirányító, aztán a BBC mozdonynál jellemzően, ugye ez a fokozatkapcsolós megoldással történt a vonalerős szabályozás, vízhűtéses egyenirányító, mindenhol ott a villamos ellenállásfék. Az SSV ugye az a Siemens-Schuckert-verkének a rövidítése, ez egy egyfázisos soros kommutátoros motor. Érdekes megoldás volt, hogy az 50 Hz miatt két motor volt, tehát egy tandem elrendezésű motor volt a tengelyre felszerelve. Már itt van a szekunder oldali fokozatkapcsoló, és végül, de nem utolsó sorban a Krupp mozdony, ami pedig egyfázisú indukciós motor,
egy nagyon érdekes megoldással, 2750 lóerős órás teljesítmény, és gyakorlatilag, ugye itt az egyfázisú indukciós motor, mivel nincs indító nyomaték, ez egy elég érdekes vendég volt itt a társaságban, ezért kellett ilyen nyakatekerten, ilyen bonyolultan egy egyenálló gerjesztésű közbenső forgórész és egy csúszó gyűrűs forgórészű aszinkron motorral elég bonyolult módon megoldani a problémát. A járműszerkezeti részekkel voltak éppen nem volt különösebben gond. Erős áramú tekintetben tulajdonképpen egyik mozdony sem bizonyult kiérleltnek és megfelelő műszaki megoldásnak. Itt most közben kicsit ugrálunk, mert kronológiailag igyekszem haladni, és közben ugye nálunk történik a Ganz-Kandó-Ratkovszki rendszer. Ugye a sebességet kellett növelni, emiatt a rudazatos hajtás már nem volt alkalmas, ezért el kellett osztani a hajtást több tengelyre. Mi volt a következmény? Az volt a következmény, hogy a fázisváltó mellett megjelent a periódus váltó is. A V44-es mozdonynál ez úgy történt, hogy maguk a rövidre zárt, a vontatómotorok rövidre zárt forgórészű motorok voltak, és a periódus váltón, ugye a folyadékindítót itt látjuk az ábra jobb oldalán, a periódus váltó, ugye a korabeli szóhasználattal a periódus váltó motorját pörgető motornak hívták, annak az üzemébe való beavatkozással állították elő a különböző frekvenciákat. Érdekessége volt ennek a mozdonynak, hogy rugalmas csőtengely és tengelyhajtása volt a 40-es években. Ez akkoriban egy nagyon új dolog volt, de érdemes megfigyelni, hogy még mindig merev keretes az alváz igazából, és csak később jön majd az első forgóvázas mozdony. Itt van egy ilyen kis sejtelmes cím, hogy felgyorsulnak az események. Ez a vonalrész, itt látjuk a próbálás Geneva, tehát ez a Svájcnak a délnyugati csücske. Ez a vonalrész, ez ott készült, ez a kis vastag fekete vonallal jelölt rész. Ez az, ami 20 kV 50 Hz-el villamosítottak. Ez az alatta lévő rész, ami ilyen keresztbe áthúzott kis vonalacskákkal, ez volt az egyenfeszültségű, 1500 volt egyenfeszültségű vonal. Volt egy szaggatott vonal, ahol gőzüzem volt, és van egy ilyen pepita-szerű rész itt Genevától, ez meg a svájci rendszer, 15 kV 16,3 Hz, tehát itt aztán jókedvel bőséggel volt minden. Ráadásul ugye a Franciaországban ebben az időben villamosították a Gihoni, remélem jól mondom a nevét, nem tudok franciául, vonalat 1500 volt egyen feszültséggel, és elég drága volt, elég drágának bizonyult. Ez egy érdekes dolog, ez a 1945-ben a svájci, vagy pontosabban az SNCF, az MFU, ez a Machine Fabrik Oerlikontól kért 50 Hz-es táplálású, egyfázisú soros kommutátoros, vontatómotoros mozdonyt, 4300 lóerős órás teljesítményű volt a jármű, itt látjuk a felvételen, ugye balra az elejét, ez egy színes ábra, igyekeztem a lehető legjobban beszkennelni, hogy a vizuális élmény nyújtson, és itt jobbra pedig magát a járművet látjuk. Érdekes elnézést kérek, ez az ábra nem sikerült valami jól. Érdekes követelmény volt a járművel kapcsolatban, hogy 1500 volt egyenfeszültséggel is kellett tudni neki működni, kisebb teljesítménnyel. Ugye ez egy elég érdekes dolog volt. Föl is adta az Oerlikonnak a leckét, de végül is megoldották. Tehát ilyen értelemben ez volt az első olyan kétáramnemű mozdony, ami egyfázis ugyan csökkentett periódusú hálózaton tudott menni, és az 1500 volt egy ilyen feszültségen. Itt alul látjuk balról jobbra haladva a különböző megoldásokat, a balra az egyfázis 1500 volt elé kapcsolt ellenállásokkal, és tőle jobbra az alacsony feszültségű és a magas nagy feszültség oldali szabályozású változatot. Érdekes, hogy a gyár ajánlott egy villamos motorvonatot is. 1560 lóerő órás teljesítménnyel az erővárosi forgalom számára. Ebből a rendelkezésemre álló információk szerint nem valósult meg, tehát ebből nem lett igazán jármű. A franciák nem adták föl, folytatódott a dolog, és
A Valencien és Thionville, meg én nem tudom, hogy jól mondom, mert az észak-nyugat-franciaországi erősen iparosodott vidéken a La Manche-csatorna környezetében villamosítottak, ahol vas és acélművek voltak, tehát volt bőven mit szállítani, és elkelt a jó minőségű vonóerő. Itt látjuk, hogy összességben 4 különböző típusú villamos mozdony próbáltak ki. Látunk egyfázisú soros kommutátoros motort, a második az egy ignitronos egyenirányító hullámos áramú motorral, a másik kettő pedig egy forgóáram átalakítós változat. Az volt a rezüméje, az volt az egésznek, hogy minden képzeletet felülmúló sikert aratott ez a vonal. A korabeli sajtóban ilyen kifejezéseket lehetett olvasni a németben, hogy az átlagnál jóval nagyobb bátorságra tettek tanúbizonyságot a franciák, mikor elkezdték. És ez a mozdony, amit itt látunk jobb oldalon, ez volt a 12.000-es sorozat, ami már egy egyenirányítós változat volt, és itt ebben a törzszövegben látjuk, hogy 750 tonna tömegű vonatot 10.000-en, helyenként 500 méter sugarú pályaívben kellett továbbítani. Ez a mozdony 1400 tonnát volt képes továbbítani. Sőt, később a más tengelyhajtás áttétellel 1650 tonna tömegű vonat, ami tiszteletet parancsoló feltétlen. Ugye itt látjuk a sebességeket alul, hogy áttételezéssel ez különböző maximális sebességekre volt alkalmas. Adódott a kérdés, hogy mi okozta az egyenirányítós mozdonynak ezt a nagy sikerét. Az egyik az, hogy állandóan párhuzamosan lehetett kapcsolni a vontató motorokat. Ugye az egyenáramú, egyenfeszültségről táplált esetben, főleg a 3000 voltnál ez szükségszerű volt, hogy a motorra nem lehetett akkora feszültséget kapcsolni, tehát vagy átmenetileg 3000 voltnál pedig tartósan kellett sorba kapcsolni a motorokat, és amikor az egyik motor megperdült, akkor olyan folyamatok indultak el, amelyek a kerék újbóli megtapadása ellen hatottak. A második pont az állandó kapocs feszültség. Ugye mivel nem úgy adódott ki a motor kapocs feszültség, hogy ami a felső vezeték, ami eloszlott az előtét ellenállásra meg a motorra, hanem rögzített feszültséget kapott a motor. Ezért a kerékperdüléssel szemben is stabilitás szempontjából ez egy nagyon fontos dolog volt, és ami igazán döntő volt, az a harmadik, ez a görbe is azt akarja bemutatni, hogy a Wellenstrom motor, tehát a hullámos áramú motor, ami a mi V43-asunk alatt is volt, és az első volt a hazai jármű építésben, majd mindjárt mondom, hogy miért ilyen öntudatosan mondom, hogy hazai jármű építésben. Látjuk azt, hogy a Delta Z1 és a V1 az a kis sebességváltozás, ami abból ered, hogy megperdül a kerék. Látjuk azt, hogy a Delta Z1 a hullámos áramú motornál messze a legnagyobb. Ami azt jelenti, hogy a vonóerő kifejtés szempontjából ez viselkedik a legjobban, és a legjobb tulajdonságokat ez produkálja. Néhány gondolat, hogy jutottunk ide. Ugye a villamos forgógépes időszak tapasztalata alapján kiderült, hogy inherens tulajdonság a forgógépeknek, hogy nehezek, hatásfok probléma, karbantartás probléma, új működési elveket kellett keresni. Így jött az elektron és az atomfizikai ismeretek bővülésével az első vákumcsöves berendezések, amiket igazából gyenge áramú technikában használtak, aztán később jöttek az erős áramú technikában is alkalmazható gáztöltési berendezések, és az úgynevezett higanykatódú berendezések. Ebből ugye, ha ideírtam, tehát ferdén szedve, hogy ugye a baloldali ábra mutatja az excitront, a jobb oldali pedig az ignitront. A nagy felületű katódot úgy kell elképzelni, hogy ez egy higany tócsa volt, ezt így is hívták annak idejében, ami biztosította a működéshez szükséges nagy katód felületet. A mozdonyok többségében ignitron volt, de excitront is építettek be. Ez két ábra, hogy nézett ki a valóságban a két berendezés. A baloldali, elnézést kérek, ott nem volt már időm lefordítani, ez egy léghűtéses excitron a baloldali, a jobboldali pedig egy ignitron. Itt lehet látni, ez a 8-as, a higany tócsa, a másik esetben pedig itt van középen. Látjuk, hogy mai szemmel nézve egy elég szokatlan technika, de egy fontos elem volt akkoriban. Ez a mozdony volt igazából az egyenirányítós mozdony áttörésénél a
hát a, nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni szép magyar nyelven, de ami igazán meghozta az áttörést az egyenirányítós mozdonyban. Arra szeretném felhívni a figyelmet errekre az adatokra. 10,000-es emelkedőben 1805 tonna tömegű vonat. Párizs és Lille között 1958. december 30-án, ez egy 250 km per óra távolság, voltak, ahol 500 méter sugarú ívek voltak, és volt, ahol kétszer is indítottak a legrosszabb szakaszon, a vonalszakaszon. A jármű kifogástalanul viselkedett, megjegyzem, itt már monomotoros hajtás van, tehát az még egy plusz tétel volt a vonalerő kifejtés szempontjából. Itt jobbra a diagramok vannak, két fokozata volt, inkább tehervonati, személyvonati. Ami érdekes még az az, hogy egy 600 tonnás gyors vonattal 1 óra 57 perc alatt tette meg a 252 kilométert. 129 km per óra átlagsebesség. Nem sírnánk tele a párnát, ha ma lennének ilyen lóvok. Ezt nem kritikaként mondom, egyszerűen tény megállapítás, 129 km per óra. És egy dolgot engedjenek meg itt. Ugye az új technika hozza maga az új problémáit. Ugye itt van ez a kis ellenállás, meg itt van ez a kis induktív sönd. Ez a kis ellenállás volt hivatott a főpólus áramnak a gyenge szűrésére. Ez az induktív sönd, ez meg azért kellett, hogy az áramváltozásokkal szemben a motor kellően érzéketlen legyen. Például, ha ez nem lett volna bent, akkor egy téli időszakban egy áramszedő elpattanás után kigyulladhatott volna a motor. Ha ez nem való, mert ugye a Mi-43-asunkon is ez megvan. Ez egy lábjegyzet, mert óriásit fejlődtek a szigetelőanyagok a 40-es években. Enélkül nem lehetett volna egyenirányítós mozdonyról beszélni. Sietek. Ez a segédüzemi berendezés. A legkorszerűbb elemek a járműsegédüzembe jelentek meg, ez már a germánium félvezetős változat volt. Ez a hazai viszonyok, itt csak egy mondat, egyszer Szórádi Ervin bátyám úgy fogalmazta meg, ez beleégett az elmémbe a 40-es évek második felében a magyar helyzetet, hogy kéretik megjegyezni, hogy a magyar állam a második világháború után a mezőn keresztül átfutó szarvasnak is jóvátételt fizetett. Ebben mindenben van ebben a mondatban, ehhez nem teszek hozzá semmit. Jött a radony, ugye, ahogy akkoriban mondták, az első forgóvázas mozdonyunk, aztán jött átmeneti megoldásként a Leo, ezt ismerjük, a kétfajta változat, V41, V42, aztán jön az áttörés, és nagy lendületet kap a vasútvillamosítás, itt a V43-as. Itt van két név, többet kéne mondanom, tudom, elnézést kérek, dr. Jekelfalusi Gábor és Poják László, sokkal többen vannak, de akiknek a vontatomotor kommutáció megjavításában óriási eredmény volt. Azért mondtam, hogy magyar mozdony, mert utána ezt a franciák is használták, ezt a módszert, tehát azért volt ez helyén való, különböző változat, a 3000-es változat már nincs itt, ugye az a legutolsó, de az lenne talán az ötödik. Aztán, ahogy egy kicsit kezdett magára találni a magyar ipar a második világháború után, már a 60-as években tirisztoros mozdonykísérletek, ez a tirisztoros Leónak a főáramköre, 1076-os Szili, és 1967-ben az Ázsiánál megjelenik már a tirisztoros egyenirányítós mozdony. Érdemes ezt a lendületet érzékelni, hogy az 50-es évek végére, főleg 60-as években már mennyire belendült a gazdaság. És akkor a fővonali nehéz személyszállító és tervonatok továbbítása, V63-as 56 darab, ez a szemtelenül leegyszerűsített tábla, ez a követővezérlési sorba kapcsolt hitkapcsolású tirisztoros féligvezérelt egyenirányítónak az ábrája, és aztán jön az egyik legnagyobb, mindmáig a legsikeresebb mozdonya a GANZ-nak, a V46-os elsőre abszolvált mindent, ami a üzembehelyezéshez, akkor még ugye KPM volt szükséges. És akkor engedjék meg, hogy itt az összefoglalásnál a pár szót mondjak. A leggazdagosságosabb villamos vontatási rendszer megvalósításának az igényével született meg az ipari periódusú vontatás. Ehhez hosszú út vezetett,
Ma ugye hajlamosak sokan arra gondolni, hogy minden azonnal megvan, maximum délutánra, legkésőbb holnap délelőtre, hát azért nem így van ez. Itt rengeteg fáradozás kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ami fontos, és ezt feldészettem, hogy menetrend szerinti közlekedésben Magyarországon sikerült ezt először megvalósítani, az ipari periódusú vontatást, és itt alul figyeljünk ezt a 10-es diára, hogy a legutóbbi időkben sikerült megvalósítani azokat az elveket, amiket Kandó Kálmán lefektetett. Még egy dolog, ezt el kell ismerni, hogy lényegében ez egy összeurópai erőfeszítés volt, hogy ez az egyenirányítós mozdony, ez végül is megszülethetett. A szilícium-dioldás egyenirányítós mozdony egy korszakhatár, mert ez megnyitotta az utat a mai korszerű... A Thomas Kirche kántora, ugye? Igen. A mai korszerű villamosvontatójármű, és a magyar ipar becsületére legyen mondva, újra visszaküzdötte magát az élvonalba az licenszvásárlás után, és a legutolsó gondolat, ez már átvezet a napjainkig, hogy a tirisztoros félvezetős áramirányítós járművek megteremtették a lehetőségét arra, hogy újra visszakerüljön a járműbe a háromfázisú kefe nélküli vontatómotor, magyarul aszinkronmotor, gerjesztett forgórészű szinkronmotor és állandó mágnesű szinkronmotor. Ezért fogalmaztam ilyen furcsán. Köszönöm a mérhetetlen türelmet. Csukjam be. Lenne egy kérdés semmilyen. Ebből a Kandó V50-es mozdonyból mennyi alatt készült? Fontosan mennyi? Egy. Mert azért az nem lehetett megtartani az utóbb korra. Jó lenne. Ehhez én kicsi vagyok, hogy ezt megmondjam. Valószínűleg nem tudom. Nem tudom. És a kandóhoz, mint a füstűbe vannak, fognak egyáltalán még működni? Azt alig hiszem. Nem. Alig hiszem. Alig hiszem. Annak idején Terebé professzor úr olyasmit mondott, hogy a fázis váltott nem lehet 25 kilovoltra bekecselni. Ezt azóta se értem, hogy miért nem lehet, ha egyszer 16 kV-os tekercselés helyébe kisebb áramerőségű, nagyobb szigetelés igényé természetesen, tehát ugyanakkor a nagyjából ugyanakkor teljesítményi tekercselésben félne geometriailag, hogy ezt mi indokoltak Verebély professzor. Valószínű, hogy az akkori anyagok és az akkori technológia ismeretében tett kijelentés. Ez könnyen lehet, hogy ezt ma már meg tudnánk csinálni. Ez az ábra, ami volt a szigetelő anyagokkal kapcsolatban, ez pont ezért került bele. Első ránézésre úgy tűhetett, hogy ez egy eltévedt ábra. Ez nem tévedt el, ez pont ezt mutatja. Egy apró epizód, amiről csak egy szó volt, hogy ilyen 150-160 fokokról beszélünk. Ugye Kandó az első fázisváltós mozdonyának a forgó része még nem folyadékhűtésű volt. De a V50-es az már az volt, mert kiderült, hogy nem voltak elegendően jó szigetelőanyagok. Tehát kénytelen volt, amit egyébként rájellemző módon zseniálisan oldotta meg a forgórésznek a folyadékhűtését. Tehát valószínű, hogy erre utalhatott Verebély professzor. Szívesen. Visszaküzdette magát a vélvonalba. Nem csak a magyarországi járműipari építette magát a vélvonalba, hanem a magyarországi pilótusítás is. Azt mondom, hogy a pilótusítás az tulajdonképpen az alapján az volt, hogy megint a vélvonalba gyártások folyamatosan, évente 30 és 24 változatosan átadott a Magyarországban. És mikor eljött a vélvonalba mondani, akkor mindenki tudta, hogy ez a jó megoldás, hogy az irányba kell haladni, és akkor összejött egy csapat, mint a gyógyszerek is részt venni, és akkor megcsináltuk azt a tervet, hogy mit kell gyógyosítani, logikailag, milyen sorrendben, milyen kiállítással,
milyen koronavetők haszon belőle, és azt, amit akkor lejöttünk az 1970-es évek elején, annak az utolsó vonala, a sápolőjére ezt a rejt rész, de azóta szépen tartsak meg előre, és most, hogy mennyire sikerült, akkor ezt jól kidolgozni magát az egész rendszer, meg az eredménye az, hogy hálózatok 40%-a van ma villamosítva, és a 40%-os villamosításon a 90%-a megy a hálószállításra, és a 90%-a 80%-a. Tehát ez a véletlen hármas, ez csodát tett a iparra is, és csodát tett a magyar vasúttal is. De valami kérdés még. Köszönjük szépen!